a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Cégeket, életműveket díjazott ma a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Új mestereket is köszöntöttek. Majdnem 3 millió forint gyűlt össze Kaposvár jótékonysági torta árverésén. A cégek felajánlásaikkal a Borosján alapítványt támogatták. Sörösi és üdítős dobozokból készülnek utcadíszek Kisgyalánban. Alkotójuk mindig a közelgő ünnephez kapcsolódva teremti meg a figurákat. Jó estét kívánok! A tapsonyi székhelyű Hans Paus Hungária Kft. Kapta idén a Somogy gazdaságáért díjat. Az év agrárvállalkozója pedig vármegyénkben a Pacs és Társa Kft. Lett. Rajtuk kívül az új mestereket és az évfordulós vállalkozásokat is köszöntötték ma Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogyi Szervezete közösen adta át az elismeréseket. Egy néptánc bemutató után számos elismerést adott át ma a két kamara Kaposváron. Az 1996 óta működő 165 főt foglalkoztató Hans Paus Kft. A Somogy gazdaságáért díjat vehette át. Jelenleg nagyon változó környezetre kell felkészülni, és ott kell minél jobban megfelelni a kor elvárásainak. Hát ez rengeteg innovációra van szükség, nagyon sok újdonságra, és szerintem egy jó csapatmunka kell az egészhez. Az év somogyi agrárvállalkozása pedig a Pacs és Társa Kft. Lett idén. Igazándiból több lábon áll a cégünk, tehát nem csak a növénytermesztés, hanem a inputanyag, terménykereskedés, fuvarozás, tehát több lábon áll a vállalkozás, ezért ami legfeljebb gyengébben megy egyik évben, az a másik kihúzza. A fórumon elhangzott, a somogyi mezőgazdasági vállalkozások igen nehéz éveken vannak túl. Több mint 16 ezer tagunk van Somogyban, ők remélhetőleg sikeresek, bár az idei évre nem nagyon dicsekedhetünk, hiszen tavaly már az energia, magas energiaárak miatt rettentő magasak voltak az input anyagköltségek, gondolok itt mindenek előtt műtrágyára, növényvédőszerre, üzemanyagra, vetőmagokra, tehát sok befektetéssel lehetett csak az idei esztendőt elindítani. Tavaly még kimagasló, tehát talán még sose voltak ilyen magasak a terményárak, mint a tavalyi esztendőben. Ebben bíztunk, hogy megéri a magas input költségeket belefektetni az idei termelésbe, viszont most az idei esztendőben több mint felére csökkentek a felvásárlási árak. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a vármegyei cégek bizakodóak, ám a helyi gazdaság erősítéséhez még több területen kellene fejleszteni. A gazdaság kiegészítésére én mindenképpen az infrastruktúra fejlesztést azt nagyon szorgalmaznám, mert a közlekedés az nagyon rossz. Tehát, de nem csak a közúti közlekedés, hanem akár a hírhálót is nézem. Az már a mai világban nem egy jó dolog, hogy vannak a megyének olyan pontjai, ahol nem lehet rendesen internetezni. A rendezvényen az évfordulós vállalkozásokat is elismerték, és 8 új autószerelő, valamint 7 új fodrászmestert is köszöntöttek. Igazából egy több mint 10 éves álmom volt az, mikor középiskolában elvégeztem a szakmát. Azóta tervem és álmom volt, hogy mesterképzést elvégezzem. Ezt ugye idén sikerült is, és hát igazából gyerekkori álom volt. És szerettem volna fejlődni a szakmámban, minél precízebben, magabiztosabban dolgozni a mindennapokban. A rangos eseményen Nyári Szilvia és Nyári Oszkár színművészek is szórakoztatták a közönséget. Hazánk kezdeményezésére az uniós agrárminiszterek egyetértetek azzal, hogy a jövőben a mézes üvegeken kötelező legyen feltüntetni a méz származási helyét és pontos százalékos arányát, közölte ma az agrárminiszter. Nagy István szerint a döntésnek több fontos hozadéka is lesz. Egyrészt a fogyasztók könnyebben megtalálhatják a minőségi magyar mézeket, melyek vásárlásával nem csak a honi méhészeket, de a biológiai sokféleség megőrzését is támogatják. Másfelől a pontos származási és hatékonyan segítheti a bizonytalan eredetű, kétes minőségű, Európai Unión kívülről érkező készítmények elleni fellépést. Pályaorientációs szakmai konferenciát szervezett ma a Kaposvári és a Siófoki Szakképzési Centrum. A rendezvényi kiemelt témái között szerepeltek az okleveles technikusi képzések és a különféle ösztöndíjak is.
közös pályaorientációs napot tartott ma a Kaposvári és a Siófoki Szakképzési Centrum. A Polgárok Házában megrendezett konferenciára Somogy általános és középiskoláinak képviselőit várták. A résztvevőket a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke Huszti Gábor köszöntötte. Ma egy jó szakma, egy diplomával felér. És ennek igazolásaképpen tudjuk azt, hogy amikor nem találunk építkezéskor egy festőt, egy vízszerelőt, egy csőszerelőt, egy hegesztőt, stb., akkor el tudunk gondolkodni, hogy hát milyen irányba kell orientálni, milyen irányba kell utat mutatni mely a fiataloknak, hogyan építjük nemzetünket, hogyan építjük ma Somogyországot. A szervezőknek több célja is volt az egésznapos programmal. A személyes kapcsolatok azok szorosabbra fonódjanak, teret adjunk ezeknek, ismerkedési lehetőséget is biztosítsunk, másrészt pedig, hogy a szakképzéssel kapcsolatos fontos információkat, a pályaorientációhoz kapcsolódó információkat első kézből kaphassák meg tőlünk. A fórumon szó esett az alternatív és a felnőttkori tanulási utakról, valamint az okleveles technikus képzésről is. Ez utóbbi olyan középiskolákban indul, amelyek együttműködnek egy adott egyetemmel. Azok, akik ide felvételt nyertek, azoknak nagy esélyük van, hogy valóban a tanulmányaikat befejezve már az egyetemi képzésben folytathatják aztán tovább a karrierépítésüket. Úgy látjuk, hogy nagy igény van erre mind az intézmények, mind az egyetemek, mind pedig a szülők és a diákok részéről, hiszen nagyon nagy az érdeklődés ez iránt a képzési forma iránt. Dr. Magyar Zita hozzátette. Azok a fiatalok, akik a szakképzést választják, kormányzati ösztöndíjra, míg a duális képzés esetében munkaszerződéssel járó fizetésre is számíthatnak. Tegnap megtörtént a Kéthely és Balatonmária fürdő közti kerékpárút utolsó ütemének műszaki átadása is. A 465 millió forintos beruházás során nem csak maga az út készült el, hanem járdák, patkák és átkelők is épültek. Emellett fejlesztették a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is. Az új bicikliút északon csatlakozik a balatoni bringakörhöz, délen pedig a marcali Kéthely kerékpárúthoz. 800 millió forintból összesen 141 fesztivált támogat jövőre a kormány, ezt a Kulturális és Innovációs Minisztérium jelentette be egy mai közleményben. A tárca tájékoztatása szerint a benyújtott kérelmek elbírálása során fontos szempont volt a hagyományok ápolása, az új innovatív kezdeményezés és a kidolgozott minőségi program. A pályázókkal szemben elvárás volt, hogy adott rendezvény gazdagítsa a nemzeti műveltséget és törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására is. Az egészségre nevel és példát mutat a Kasi. Nagyszabású gálaműsorral zárta az évet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. Nem sokára megmutatjuk. Csaknem 3 millió forint gyűlt össze az idei jótékonysági torta árverésen. A Szlendipékség által megszervezett rendezvényen a cégek 10 tortára licitálhattak, de ennél jóval több vállalkozás segítette a kezdeményezést. A felajánlások a Borostyán anyaotthont támogatják. Hát egy nyitó licitet hadd kérek valakitől a 100 szeletes, csudafinom évzáró tortára. A legnagyobb 100 szeletes torta 400 ezer forintért kelt el a kaposvári húsüzem jóvoltából. A cég vezetői fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást. Édesúrám, már 10. alkalom, hogy itt vagyunk, és örömteli számunkra, hogy nem csak kapni jó, hanem adni még jobb. Úgyhogy mi ezt a szabályt követjük, és tényleg fontos nekünk a társadalmi szerepvállalás, hogy arra rászoruló szervezeteknek, intézményeknek segítsünk a karácsony közelettével. Az idei 10. jubileumi tortaárverésen 18 cég tett valamilyen felajánlást. Ilyenkor karácsonykor mindig felértékelődik a támogatás és a kár a bajba jutottak, vagy akár a nehezebb sorsúaknak a támogatása, és ezért választottuk mi is ezt az időszakot, hogy ilyenkor Kaposvári és Somogy megyei cégekkel összefogva egy komolyabb célt meg tudjan valósítani valamelyik alapítvány, úgyhogy egyrészt ezért van ilyenkor a tortaárverésünk, másrészt pedig azért, mert jellemzően a céges karácsonyi évzárók, vagy akár másik cégeknél évindítók ilyenkor vannak, és ugye mi akkorra sütjük meg ezeket a tortákat, amiket a liciteken elvisznek a cégvezetők.
Az elmúlt 9 évben összesen 5000 szelet torta kelt el 14,5 millió forint értékben. Az idén összegyűlt csaknem 3 millió forintnyi felajánlást a Borostyán Virág anyaotthon kapta meg. Az intézmény felújításra fordítaná az összeget. Volt egy nagyobb pályázat, amiből sikerült 2010-ben felújítani, de nagyon sok család fordul meg, így gyakorlatilag elég gyorsan amortizálódik, és a működési költségből vagy működési támogatásokból nagyon nehéz ezeket a felújításokat elvégezni, úgyhogy ezért is különösen örülünk az ilyen támogatásoknak, hiszen ezeket címkézetten tudjuk arra fordítani, hogy az épületet karbantartsuk, felújítsuk, és a lakókörnyezetet szebbé tudjuk tenni. Az anyaotthonban jelenleg 10 családon segítenek a szakemberek. Jótékonysági akciót szerveztek a somogyi labdarúgó játékvezetők. A sípmesterek a többi között tartós élelmiszereket, játékokat és ruhaneműket gyűjtöttek az elmúlt hetekben. A felajánlásokat az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposvári Biztos Kezdetház gyermekházába szállították, és egy ünnepség keretében adták át az intézmény vezetőjének, Baca Barbarának. Az adományok rászoruló családok karácsonyát teszik majd gazdagabbá. A spiritualitás és a hit köszön vissza Hidasi Ágnes munkáiról. A kaposvári alkotó a tűzzománc készítési technikákban találta meg leginkább önmagát, és azt a kifejezési módot, amivel közelebb kerülhet a mindenhatóhoz. Műveivel szeretné még jobban ráirányítani az emberek figyelmét a hitre és a szeretetre. Tálata a Somogy vármegyei kormányhivatal kaposvári galériájában látható. Nekem az advent mondjuk a várakozást jelenti. Igazán ilyenkor sok ember gondol Jézusra, és ez egy alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy a művészek is foglalkoznak vele, és hát nagyon sok témát ad a Biblia, és számomra ezért nagyon fontos, hogy megmutassam azokat a gondolatokat, amik bennem megfogalmazódnak. Sörös dobozokból készült hóember, fenyőfa, adventi koszorú és szarvas is díszíti kisgyalánt. A faluban minden ünnep alkalmával más és más dekoráció kerülnek ki az utcákra, terekre. Ez a szarvasfej fogadja a kisgyalánra érkezőket decembertől. Süle Zoltánné Nagy Gyöngyi több mint 2 éve készít a nagyobb ünnepekre időszakos alkotásokat újrahasznosított anyagokból. 2021 óta, tavasza óta készítek alkotásokat. Először ugye Magyarországgal kezdtem március 15-e alkalmából, és aztán utána anyák napjára készült egy alkotás, és akkor egy kicsi szünetet tartottam, mert úgy gondoltam, hogy ez nem fog tetszeni az embereknek, hogyha mindig sörös doboz alkotmányok lesznek kint. Viszont elkezdték kérdezgetni az emberek, hogy mi lesz a következő. A településen többen is azért gyűjtik a dobozokat, hogy minél ötletesebb alkotások készülhessenek. De van, hogy műanyag poharakból áll össze egy-egy figura, és az is előfordul, hogy valami mással is ki kell egészíteni a dekorációt. Ahhoz, hogy egy ilyen formát ki tudjak alkotni, ahhoz kellenek plusz még kisebb, hát nem azt mondom, hogy dobozok, de kupakokat, meg mindenféle ilyen műanyag, holmit felhasználok hozzá kiegészítőnek. Idén elkészült kisgyalánc címere is, amely a község központjában kapott helyet. Akárcsak az ismert mesefigura, a beszélő hóember mása. Ez körülbelül 400 darab dobozból állt össze. Néhány méterrel arrébb egy fenyőfa és egy adventi koszorú áll. Ez utóbbi gyertyalángjait alufólia fedi, melyek vasárnaponként kerülnek le. A falubeliek nagyon szeretik ezeket az alkotásokat. Amióta egy kisgyalánba körözött Gyöngyi, és elkezdte ezeket az alkotásokat készíteni, minden alkalommal fényképezem. Éppen tegnap mondtam neki, nélküled, már hogy Gyöngyi nélkül, szegényebb volna ez a falu. Kisgyalánban hamarosan már a szilveszterre készülnek, akkor ugyanis az évet búcsúztató díszek ékesítik majd a falut. Végezetül sport. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tegnap tartotta évzáró gáláját az arénában. A fórumon, ahol a fiatal tehetségeket Szita Károly polgármester a város emlékzászlajával köszöntötte, átadták a kasi emlékérmeket is. Fiatal sportolókkal, szülőkkel, meghívott vendégekkel telt meg tegnap a Kaposvár aréna küzdőtere.
Az évzáró gálára Szita Károly polgármester városunk emlékzászlajával érkezett, és megköszönte, hogy a Kasi keretein belül több száz fiatal sportol rendszeresen. A Somogyi Vármegye székhely egyik stratégiai célja ugyanis éppen az, hogy minél többen, minél többet mozogjanak. Egy város életében azok a legszebb pillanatok, amikor közösen ünnepelhetünk. Ezért is vagyok nagyon boldog és nagyon örülök annak, hogy ennyien itt vagyunk most, és hogy kifejezhetem elismerésemet, és gratulálhatok egyben önöknek. Gratulálok, de köszönetet is mondok azért, hogy társaink lettek és segítenek abban, hogy mi kaposváriak az évtized végére Magyarország egyik legegészségesebb városának polgárai lehessünk. A rendezvényen a Kasi munkáját méltatta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának kabinetfőnöke Berkó Lajos is. Egyre nagyobb a verseny a fiatalok szabadidejéért, egyre nehezebb őket rávenni arra, hogy ne a virtuális térben töltsék a napjaikat. Az ilyen helyszínek segítségével azonban motiválni tudjuk őket, hogy aktívan töltsék el szabadidejüket, és váljanak a sportolók közösségének tagjává. Ha pedig megteszik az első lépést, akkor a Kasiban kiemelt sportágak egész sorából választhatják ki, hogy melyik áll hozzájuk a legközelebb. A Kasi igazgatója szerint a siker egyik titka a jó közösségben rejlik. Amikor néhány évvel ezelőtt edzőként dolgoztam az élsportban, megtanultam és törekedtem is rá, hogy mindig igazi csapatot építsek, ahol jó kémia, mindenki egy irányba megy, és a sikerért közösen küzd. Ez a siker kulcsa, ez 100%. A Kasiban ezen elvek alapján szeretnénk működni szülőkkel, sportolókkal, edzőkkel, dolgozókkal és minden sportvezetővel karöltve. A gálán, amelyen a Z-generáció is fellépett, kiosztották a Kasi emlékérmeket is. A díjazottak névsorát megtalálják internetes oldalunkon, a kapos.hu címen. 3-1 arányú győzelmet aratott Miskolcon a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata az Extraliga legutóbbi fordulójában. Az első szettet ugyan elbukta a rekordbajnok együttes, ám utána esélyük sem volt a házigazdáknak. A mérkőzés két legjobb játékosa Baróti Árpád és Bögöly Gábor volt, akik a meccs végére 21-21 pontig jutottak. A somogyiakra még két bajnoki vár decemberben. Szerdán a Dág, vasárnap pedig a Kazinc Barcik a gárdája érkezik a Kaposvár arénába. Főbb híreink még egyszer röviden. Cégeket, életműveket díjazott ma a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Új mestereket is köszöntöttek. Majdnem 3 millió forint gyűlt össze Kaposvár jótékonysági torta elverésén. A cégek felajánlásaikkal a Borostyán alapítványt támogatták. Sörös és üdítős dobozokból készülnek utcadíszek Kisgyalánban. Alkotójuk mindig a közelgő ünnephez kapcsolódva teremti meg a figurákat. Egy részeg biciklis ütött el egy idős beteg asszonyt Barcson. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30 jön a Hat szemközt, műsorunk mai vendége. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Egy mediterrán ciklon hatása érvényesül térségünkben, így holnap borult idő várható, sokfelé esővel, záporral. Többfelé hullhat kiadós mennyiségű csapadék. A hajnali órákra 3-5 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 6-8 fok körül alakulnak. Csütörtökön eleinte még előfordulhat újabb eső, majd napközben csökken a csapadékhajlam és elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Kora reggel 4-6 fokot, délután 6-8 fokot mérhetünk. Aztán a hétvégén kissé hidegebb és szárazabb levegő érkezik fölénk. Több lesz ugyan a napsütés, ennek ellenére néhány fokkal visszaesnek majd a hőmérsékletek.
Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. A Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.